Szeged Magyarország! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része, viszont a mai napon nem labdarúgás lesz a témakör, hanem jégkorong, hiszen az MVM Domban először fognak nézők előtt mérkőzést rendezni a magyar válogatott részvételével, és a mai napon válogatottunk majd a magyar jégkorong válogatott, Szlovénia ellen fog játszani felkészülési mérkőzést. A két válogatott tegnap már találkozott egymással, akkor válogatottunk sajnos sima 4-0-ás vereséget szenvedett, nem igazán volt szerencsés válogatottunk azon a mérkőzésen, és hát egyelőre a felkészülésem úgy alakul, ahogy ezt elterveztük, mondhatjuk így, hiszen egyelőre egy mérkőzést nyertünk a felkészülés időszak alatt, és hát 8 vereségünk van emellett. Hát jó lenne ez egy picit kozmetikázni a mai napon, jó lenne, hogyha győzelemmel tudnánk elhagyni a jeget. Azt gondolom, hogy egy nagyjából félházas mérkőzés lesz a mai napon, körülbelül 8-10 ezer néző lesz, nem lesz nézőcsúcs, az majd valószínűleg Kanada ellen fog meglenni, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan mérkőzés lesz a mai, ami azért egy történelmi mérkőzés, hiszen az MVM Domban ez az első olyan jégkorong mérkőzés, ahol nézők is fognak majd szerepelni. Úgyhogy ez a mai vlog egy kicsit különlegesebb lesz, kicsit másabb lesz, mint a megszokott Oldalvonal vlogok. Remélem ettől függetlenül élvezni fogjátok majd a tartalmat. Ha nem tettétek meg, akkor majd dobjatok egy jó feliratkozást az Oldalvonal YouTube csatornájára, kommentétek, lájkoljátok a videót, nyomjátok be a kis harangot is, hogy minden egyes Oldalvonal vlogról egyébként majd értekezést kaphassatok. Kövessetek be a Facebookon, be tudtok majd követni Oldalvonal néven, nyomtok egy jó lájkot, ezt előre is köszönöm szépen. Ha szeretnétek követni Instagramon és TikTokon, erre is lesz lehetőségetek, ott meg személyes profilomon, az Ember Norbin várlak majd benneteket, kövessetek be ezeken a felületeken is. Általában itt a fő téma egyébként a labdarúgás, de most biztos, hogy lesz majd jégkorongos minitartalom is, és persze, természetesen, ha van lehetőségetek és szeretnétek támogatni, tudtok majd támogatni a PayPalon, melynek a linkjét a leírásban megtaláljátok, valamint tudtok támogatni a köszönet gomba, melyet majd a like-gomb mellett így jobbra fogtok megtalálni. Bármely támogatást előre is köszönök szépen, hogy minél több minőségi vlog készülhessen majd itt egyébként a magyar labdarúgás és a magyar sportokkal kapcsolatosan az Oldalvonal a YouTube csatornán. Nincs más hátra, megyünk be, megnézzük az MVM Domot, nagyon izgatott vagyok, én is először járok itt. Kíváncsi vagyok, hogy mennyien lesz az amerikai arénákhoz képest, izgalmas lesz, és reméljük, hogy egy jó győztes mérkőzést láthatunk majd a magyar jégkorong válogatottal. Én nagyon sok sikert kívánok a fiúknak, hajrá Magyarország! Hajrá magyar jégkorong, úgyhogy jöjjön a mérkőzés, jöjjön a dom, nézzük meg milyen, de ahogy mondtam, ez másabb lesz, mint egy focis vlog, úgyhogy ez kicsit inkább a személyes élményre fog rámenni. Gyertek, tartsatok velem, hajrá Magyarország! Thank you.
csapatok még fehérmezőn játszanak. The line-up for your main team, Slovenia, playing in a white color jerseys. 32-es number 32, Gaspar Krosai. 33-as number 33, Jean Hus. 8-as number 8, Zsiga Jeglic. 12-es number 12, Nick Simsic. 13-as number 13, Jan Droz. 14-es number 14, Matic Podniki. 15-es number 15, Blaž Gregorat. 17-es number 17, Zsiga Pavlov. 19-es number 19, Zsiga Pancer. 20-as number 20, Gregor Koblár. 26-os number 26, Jan Urbás. 44-es number 44, Bine Masic. 45-es number 45, Luka Pavel. 76-os number 76, Christian Csepor. 81-es number 81, Tadej Csizmár. 88-as number 88, Miha Zajc. 91-es number 91, Miha Berlitz. 95-es number 95, Ayosha Florit. 96-os number 96, Nate Stoyer. 97-es number 97, Miha Bercsics. 98-as number 98, Blaž Tomaševič. A csapat szövetségi kapitánya, a head coach of the team, Matyas Kopitár. 31-esen Rajna Mikor! 4-esen Bozsai Tomás! 7-es számon Csányi Karol! 8-assal Szabó Bence! 10-assal Dalt Gergőr! 12-assal Stici Bence! 13-assal Dalt Krisztián! 14-assal Sebő Balázs! 17-assal Kis és elkezdődött a Magyarország szlovéniai jégkorong mérkőzés itt az LVM Dómban. És uraim, a jégkorong egy gyors sport, ezért kérjük a mérkőzés alatt folyamatosan. Elkezdődött az első nézők előtt játszandó mérkőzés itt az LVM Dómban. Érződik azért, hogy nagyon új a létesítmény a szurkolóknak, de nagyon jól néz ki ez a kis aréna, nagyon nemzetközi színvonalú, fantasztikus tényleg, és azt kell nektek mondanom, hogy nagyon az akusztikája, nagyon jó a szurkolás, ti is hallhatjátok, abszolút nagyon jó aréna, hogy látjátok ti is. Elég jó rálátásunk van a pályára, de tényleg nagyon jó. Azt kell mondanom nektek, ez egy nagyon szuper színvonalú arénára sikerült, és azt kell mondanom, hogy tényleg hasonlít egy kicsit az igazi nagy nyugati arénákra, amit például a válogatott, hogy fog is játszani ugye a Tamperébe, nagyon hasít az aréna arra, tényleg nagyon jól néz ki, úgyhogy hát hajrá magyarok, nézzük a mérkőzést, remélem, hogy lesz gól ünnepe, én fel tudunk venni, és reméljük, hogy a válogatott ma megnyeri ezt a felkészülési mérkőzést, mert hát eléggé kéne nekik, úgyhogy hajrá Magyarország, aztán lesznek is videók, meg ilyen érdekesebbek, hogy gyertek, tartsatok velem. Thank you.
és már is egyenlített Szlovénia. Hát ez nem tartott sajnos sokáig. Gyors gól. Óriási védés. Legyen Szlovénia! Kettős ember előnek a végén. Hát kiegészített. Ezzel kettő helyzet a vendégeknek. Az első harmadik utolsó tette következik. Van minden lehet, ugye Franz-Szlovénia. Tadej Csinzsár büntetése 2 perc fogásért 18-59 gól. Team Slovenia number 8. Első harmadnak. Magyarország, Szlovénia, 1-2. Végeztük az első harmad, és már a második is elkezdődött egyébként. 2-1-re vezetek a szlovénok. Jobban játszanak egyébként a vendégek, mint mi azt kell, hogy mondjam. 15 lövésük volt nekünk, 9. Nem érzem annyira jólak a válogatottak. Mert rengeteg hiba van, főleg az utolsó passzoknál nagyon sokat hibázunk. És nagyon sokszor, mintha nem értenénk, vagy nem kommunikálnánk a pályán. Ezek apró dolgok, de nagyon sok múlik egy ilyen sportágot a jégkorom ezen. És a végén volt is majdnem 3 percig, a óriási lövés mellé, szóval volt is soppár brékkövé a magyaroknak, tehát megállunk. Ezt, nem, ezt el kellett volna lőni, nem is értem. Nem légy, szóval összességében az a helyzet, és én úgy látom, hogy nagyon sokat várunk, nagyon sokszor túltoljuk, és a végén buta szabálytalanságok jöttek egymás után, és majdnem 3 percig 5-3-ban volt. A Szlovénia, és a végén kaptunk is belőle egy gólt, pedig rutinos volt a magyar védő, mert leverte a kapus fejéről a maszkot, hogy hátra lefújják, nem fújták, nem megnézték, de nem meghagyták az ítéletet. Úgyhogy 2-1, már 5 perc el is telt egyébként a második harmadból, hát sok minden nem történt, hát reméljük, hogy ezt a meccset azért valahogyan kozmetikázzuk, hogy akár megfordítjuk, mert ráférne a válogatottra egy siker így a VB előtt, most már kéne nagyon nyerni egy meccset. Úgyhogy bízom benne, hogy jönni fog, hajrá Magyarország, gyertek, tartsatok velem! Óriási védés a szlovén kapustól! Lövés! Végre egy távoli Thank you.
a második harmadban. Az állás 2-2. Gallo amúgy óriási gól egyébként. Annyira fantasztikus korongszerzés volt. Nem számítottam rá, óriási gól volt. 2-2. Vilmos! Már a harmadik harmadban vagyunk, jó mérkőzés lett, ugye a 2-2 óta mindenki csapatnak most már egyre több lehetősége van, és a magyarok a második harmadot, amelyet megnyerték, a lövőlapon is átvették a vezetést, egy nagy ziccer a magyaroknak, óriási védés, kinyúlt a botossal a kapus, nem lett gól, de jó a meccs, egy hangulat is egyébként egyre jobb, azt kell mondani, tök jó, szerintem meg is nyerhetjük, meglátjuk, hogyan alakul, de gyorsan sebesség, szlovénok gyorsan tudják, hogy próbálunk a hibáikból eljönni. Ilyen most tudom, hogy ilyen kontrákkal, focis hasonlattal élve. Nem rossz az a meccs. Benne van, hogy nyerjünk, de azt gondolom, hogy tényleg látszanak most már végre valami jó jégkoronnak a jelei, de hát meg kéne nyerni a meccset, az mindenképpen jó tenne a Kanada előtti meccsen. Meglátjuk, hogy mi lesz, és hogyan a harmadik harmadik, gyertek, tartsatok velem. Hajrá Magyarország! Óriási, és a mérkőzés hivatalos nézőszáma 2363 fő. Köszönjük, hogy egyébként látogattak ma. Szlovénia. Szlovénia válogatottjából a 76-os számú Krisztián Csapot büntetése. Kettőt el a játék kísérletek részéről. 52-36. Hihetetlen! 2-36-tal a vége előtt gólt szerez Szlovénia. Ez hihetetlen. Szlovénok örülnek. Ha láthatjátok. Szóval valószínűleg gól lesz, de kiderül, mert a játékosítő sportárs érkezik a boxhoz. Meglátjuk, de szerintem ez gól lesz. A harmadik harmad utolsó 2 perc következik. 7 perc van hátra a mérkőzésből, valószínűleg lefújt húzni a kapus. Rajna már indulna lefele, de egyelőre nem. Majd valószínűleg most. Itt bejön a korong, így van Rajna, megy leközbe. Üres kapuval vagyunk. Nézzük, hogy lesz-e belőle esetleg egy gólunk. Projátszunk. Egy 30 a hátra. Korongvesztés, üres kapu, rámelékol. Vége, game over, 4-2. Nagyon okosan emelte rá a szlovén játékos, felnézett és emelte is rá, és ezzel eldönti a mérkőzést. Ismét nyernek a szlovénok Budapesten, valószínűleg most 4-2-re, 1-19 a hátra. Kár értelme, ebben benne volt, hogy megnyerhetjük ezt a meccset. Wow, benne vinni el. Ez a Szlovénia 4-2-re. Véget ért a mérkőzés. A lövések száma a harmadban Magyarország válogatottja, Szlovénia válogatottja 11.
alövések száma az egész mérkőzésen. Magyarország válogatottja 32, Szlovénia válogatottja 35. The reception was in the third period, Team Hungary 5, Team Slovenia 11. És a szegolik entire game, Team Hungary 32, Team Slovenia 35. A mérkőzés végeredménye Magyarország, Szlovénia 2. The final score is Hungary, Slovenia 2. A mérkőzés Szlovénia ellen, itt az MVM Domban az első hivatalos nézők előtt megrendezett jégkorong a mérkőzésen, ahol a magyar válogatott végül is 4-2-es vereséget szenvedett, elég sokáig jól álltunk, 2-2 volt a mérkőzés nagyon sokáig, de végül is az utolsó percekben egy ilyen valahogyan becsorgott, vagy a mamutról, hogy a kapus hónalat, Rajna Miklós hónalat a korong, és ezt a szlovénok vezettek, és a végén már mindent föltettünk egy lapra, lehúztuk a kapust, ugye emberelőnyös szituációba kerültünk, de a szlovén védelem nagyon okosan észrevette ezt, hogy üres kapu van, és egy nagyszerű emeléssel eldöntötte a mérkőzést, ezen 4-2-re nyertek a szlovénok. Egy jó felkészülési mérkőzés volt, egy nagyszerű hangulatban, majdnem 8000-en voltunk, abszolút jó volt egyébként látni, hogy ilyen sokan eljöttek. Itt volt a honvédségtől is egy kisebb zászlóannyi ember, és kis nagyszerűen szurkoltak. Azt gondolom, hogy nagyon jó szervezett esemény volt, de az biztos, hogy a Kanada elleni mérkőzésen jóval többen lesznek, jóval komolyabb hangulat is lesz, és hát ne feledjük el, hogy elképzelhető az is, hogy nagyon komoly világklasszis játékosok fognak majd érkezni arra a mérkőzésre, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon fontos mérföldkő lehet majd a magyar jégkorong történetében, hogy hazai pályán itt Magyarországon egy nagyon erős kanadai válogatottat tudjunk majd fogadni. Ami még egyébként érdekesség a mérkőzések kapcsolatosan, hogy a második gólunkra sajnos lemaradtam, de azt nagyon fontos megemlíteni, hogy Gallo Vilmos valami eszméletlen nagy gólt ragasztott a szlovén kapuba, ahogy megszerezte a korongot, elvitte és állítás nélkül igazából felverte a hosszú felsőbe. Gyönyörű gól volt, a kapusnak esélye nem volt a hárításra, de az első gólunk is, azt láthattátok, egy nagyszerű összjáték után egy emberelőnyös szituációt, az első emberelőnyt a mérkőzésen gólra is váltottuk. Úgyhogy vannak jó jelei a játéknak, vannak úgymond jó, mondjuk úgy olyan elemei a játékunknak, amire lehet építeni, viszont mindig rengeteg a hiba, rengeteg rossz korong kihozatal van, nagyon sokszor nem tudjuk fölépíteni a támadásokat, beszorulunk a saját harmadunkban, még emberelőnyben is. Ezeket mindenképpen változtatnunk kell a világbajnokságra, ahol főleg majd a franciák és az osztrákok elleni mérkőzésen lesz az a nagyon fontos meccs, ahol pontot vagy pontokat kéne szerezni, hogy bent tudjunk majd maradni a világelitbe. Hát reméljük, hogy a Kanada elleni mérkőzésen azért jobb válogatott teljesítményt látunk majd, és ez majd azért hosszabb távon majd segít abba is, hogy a válogatottunk meg tudjon ragadni a világelitbe. Nagyon örülnék, hogyha ez sikerülne. Viszont a mai vlog az ennyi lett volna. Az első oldalvonal jégkorong vlog, mondhatjuk így is, a válogatott örömére, de kedden folytatjuk, majd Kanada ellen újra jövök, akkor újra oldalvonal extra innen az MVM Domból, viszont holnap visszatérünk a labdarúgáshoz, és megyünk egyenesen a Bozsik Arénába, majd Kispestre, szombaton pedig a Grupa Arénába, a Ferencváros otthonába látogatunk, ide a szomszédban nem is olyan messzire, vasárnap pedig felvidéki rangadó, ahol a Dunaszerdahely a szlován Bratislavát és a szlován Pozsonyt fogja fogadni, úgyhogy elég izgalmas napok váratok majd itt az oldalon a YouTube csatornáját. Ezért is, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok majd fel az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy jó lájkot a videóra, és kommenteljetek majd lent a komment szekcióban, a mérkőzés, a vlog és minden más egyéb tartalma kapcsolatosan. Valamint nyomjátok be a kis harangot, és minden egyes videóra értesítést kaphassatok, mert itt az oldalon a YouTube csatornáján fog majd megjelenni. Ezen felül, ha rendelkeztek Facebookkal, akkor dobjatok egy jó lájkot az oldalon a Facebook oldalára. Ezt előre is köszönöm szépen.
Ha rendelkeztek Instagrammal vagy TikTokkal, akkor pedig kövessetek be személyes profilomon az ember Norbin, a lehető legtöbb mérkőzésről, érdekesebbnél érdekesebb tartalmak, képriportok, részvideók, sztoris videók és live sessionök is szoktak jönni a TikTokon, úgyhogy találkozunk ezeken a felületeken is, várlak benneteket az ember Norbi profilokon, az Instán és a TikTokon is. Valamint szeretnék támogatni az oldalon a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőségetek a PayPalon, melynek a linkjét a leírásban megtaláljátok. Valamint tudtok támogatni a szuper köszönet gomba, melyet majd a like melletti jobbra fogtok megtalálni, bármely támogatást adni, és köszönöm szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd ide, az oldalon a YouTube csatornájára. Én a végeredménye búcsúzom, Magyarország-Szlovénia 2-4, ez van, felkészülés, semmi baj, a lényeg, hogy a világelites világbajnokságon menjen, és valahogy maradjunk bent. Nagyon nagy öröm lenne, ha sikerülne Tamperébe bent maradni. Hajrá Magyarország, hajrá magyar jégkorong, bízom benne, hogy Kanada ellen egy jobb mérkőzést fogunk tudni játszani, és bár nem leszünk akkor sem a találkozó esélyesei, de bízom benne, hogy a játékunk még javulni is fog, és hát ha megnehezítjük a világklasszisok dolgát. Kedden kiderül, találkozunk itt az MVM Dome-mal akkor is, és találkozunk a következő oldalon a vlogokban is. Legyen szép napotok, szép estétek, hajrá Magyarország, sziasztok, ciao. We'll be right back.